Sziasztok! Üdvözöllek benneteket újra itt a csatornán. A mai videóban arra gondoltam, hogy megosztom veletek az elmúlt egy év növény tanulságait, ugyanis elég sok hibát ejtettem, illetve hát nyilván ez egy tanulási folyamat, és hibázik az ember, de ugye két évvel ezelőtt talán, amikor elkezdtem erről videókat csinálni, erről a témáról, meg így nagyon intenzíven berobban nálam is ez a növénymánia, hát akkor még inkább csak a pozitívumai jöttek elő abban az első fél-egy évben igazából, hogy milyen szépek, és vegyünk új növényeket non-stop, és gyűjtögessük őket. És így inkább az elmúlt egy évben jöttek elő a problémák, a bajok, és úgy gondoltam, hogy hasznos lesz nektek is, hogyha megosztom veletek ezeket, hogyha esetleg ti is még az út elején jártok, vagy nem jött elő ilyen probléma, akkor hát ha segítenek ezek nektek is. Öt ilyen dolgot szedtem össze, viszont azért ezen belül még jó néhány tippekkel fogok szolgálni, úgyhogy ha érdekel benneteket ez a téma, és szeretnétek új infokhoz jutni ebben a témában, akkor mindenképpen maradjatok velem ebben a videóban is. Nos, az első ilyen nagyobb probléma, ami hát elég kardinális volt számomra, az a kártevők voltak. Nagyjából tavaly nyár közepén vettem észre, és valószínű, hogy már jóval később, mint amikor megjelentek, mert először nem tudtam, hogy kártevőkről van egyáltalán szó. Szóval a környező pálmán kezdtek el megjelenni a levelén ilyen kis porszerű fehér micsodák, és nem is tudom, úgy gondoltam, hogy azokkal nem is kell foglalkozni, így letöröltem, lezuhanyoztam, de aztán mindig újra megjelentek. És hát, mint utólag kiderült, ezek a Trips nevű csodálatos kártevők voltak, amik nagyon szépen átszögdeltek a többi növényre is, átrepültek. Igazából ezek a fehér kis hengerformájú cuccok már a lárvái voltak a Tripsnek, mert maga a Trips meg ilyen, hát majd beteszek egy képet ide, de az ilyen kis szárnyas valami, ami nyilván át tud szállni egyik növényről a másikra, hogyha viszonylag közel vannak egymáshoz. És ezzel egy időben még el is költöztünk az előző albérletből a mostaniba, ami nyilván azzal járt, hogy a dobozban csomó növényt egy dobozba tettem nagyon szorosan közel egymás mellé, és amikor ide is cuccoltunk, nyilván nem pakoltam egyből ki őket, hanem azért még úgy voltak jó pár napig, vagy össze-vissza, szóval ezért meg tudták szépen fertőzni egymást, és ez hát körülbelül megfelezte a növénypopulációmat, nagyon-nagyon sok növény hát abszolút tönkrement emiatt, igen, nagyon a legszebbek konkrétan, és a legérzékenyebbek is nyilván, de nagyon sok viszont megmaradt, de így a mai napig azért látni rajtuk az akkor elszenvedett károkat, meg nagyon visszamaradtak a fejlődésben is emiatt. Szóval ez elég ijesztő volt akkor. És körülbelül ezután fél évig nem is vettem egy növényt sem, mert hát nyilván az volt a prioritás, hogy kiűzzem őket valahogy. Kipróbáltam néhány dolgot, ilyen levélre fújható sprét, de ami szerintem a legjobban bevált, ez a Substral nevű kareorvar ölő táprúd nevű cucc volt, ami szobai és balkon növényre használható, és nyilván a cserép méretétől függően annyi rudat kell beletenni, amekkora a cserép, így a hátulján minden használati útmutató rajta van igazából. Ez, ha jól tudom, igen, ez 20 darabos és 3300 forint. Hát nem a legolcsóbb, de legalább megöli ezeket a kártevőket, és nem csak a Tripset, hanem nem tudom, 6 féle ilyen kis kártevő van itt a csomagolásán, úgyhogy elég sok mindenre jó. És még ami nagyon jó, hogy nem csak a már megjelent kártevőkre jó, hanem megelőzésre is. Igazából nem tesz kárt elvileg a növényekben, hogyha megelőzésként is használod, meg ilyen tápanyagok is vannak benne. Úgyhogy igazából ez az első nagy témakör így a kártevők megelőzésére épülne, csak nyilván felvezettem a sztorit, hogy nálam hogy jelent meg a probléma, de hogyha meg szeretnénk előzni, hogy ilyen kártevők jelenjenek meg a szobai növényeinken, nyilván szerintem, illetve nálam tuti, hogy az új növény hozta be, tehát már meg volt fertőzve valószínűleg az új növény, amit vásároltam. És nemrég hallottam egyébként valakitől, hogy ezek a könnyező pálmák, meg a mindenféle monstera típusú szobanövények igazából eléggé hajlamosak a tripsre, úgyhogy erre is érdemes figyelni, hogy melyik szobanövény, ami így hajlamos erre, és hogyha megvásároltok ilyet esetleg, és hazahozzátok, szerintem az a legjobb először is, hogy karanténba helyezzük 1-2 hétre, és akkor figyeljük, hogy megjelenik-e a levelén bármilyen kártevő, vagy valamilyen furcsaság, vagy hogyha nincs teljesen lehetőség, hogy nincs olyan szoba a lakásban, ahol nincs szobanövény,
és oda karanténba tenni, akkor pedig jóval-jóval távolabb a többi növénytől, hogy így ne tudjon egyből átkerülni rájuk. Illetve ha már megtörtént a baj, akkor nyilván a lehető leggyorsabban szeparálni kell a többi növény közül, amin először megláttuk, és figyelni folyamatosan a többit is, lezuhanyozni őket, és akkor jöhet a táprúd, és tényleg így mindig-mindig lezuhanyozni róluk a megjelent kártevőket, de nyilván nem csak a leveleken fordulnak elő egyébként ezek, hanem ugye bent a gyökerekben és a földben. Szóval ezekkel a tippekkel óvakodni tudunk a kártevők ellen, de hát nyilván még így is megjelenhetnek. Ezért nyilván minél több növény, annál több veszteség, hogyha ilyen éri a növénypopulációt, de ezek azért szerintem jó védekezési lehetőségek. Kicsit már említettem azt a témát is, ugye, hogyha sok növény, akkor sok gond, nyilván érdemes a mértékletességre is figyelni, csak hát az ember, amikor először így belekóstol ebbe, hogy milyen jó sok növénnyel körülvenni magát a lakásban, akkor nehéz erre gondolni, hogy mértékletesség, és hogy egyszerre ne hozzunk be sok növényt a lakásba, mert egyébként nyilván minél többet vásárolsz egyszerre, annál több szintén a lehetősége annak, hogy megfertőzi valami a növényeket. Szóval én azt tudnám mondani, hogy egy vásárlás alkalmával maximum 3, amit még így lehet kezelni olyan szinten is, hogy szeparálod őket, olyan szinten is, hogy megtanulod, hogyan kell azokat gondozni, ha esetleg újfajta növények, de nyilván ez egyéni, csak én most így az utóbbi időben ezt a 3-at egyszerre maximumban limitáltam a növényvásárlást. Tényleg így egyszerűen könnyebb odafigyelni rá, és hosszú távon sokkal jobban jár az ember, hogyha fokozatosan vesz kisebb adagokban növényeket. A harmadik szintén kicsit következik ebből, a nem más, mint a növények szaporítása. Nyilván ezt legelőször még a kezdeti időkben nem tudja az ember annyira megtenni, mert még fiatalok, kicsik a kis növények, na de így egy-két év távlatából már azért megnőttek jócskán egyes növények, már amik túlélték a támadást, és főleg egyébként a szobai futóka nevű növénynél volt az nálam is, hogy nagyon sokat szaporítottam ezekből, és így most már körülbelül az eredeti egyből lett, most így próbálom összeszámolni, 1, 2, 3, 4, körülbelül 5. Szóval így megötszöröződött az első adagból. Mondjuk az hozzátartozik a történethez, hogy ezt így nővéremmel folyamatosan pingpongozunk, és így adjuk, vesszük egymásnak a szaporított növényeket. De a lényeg, hogy így a legjobb szerintem bővíteni a szobanövény kollekciónkat, hogy ingyen és szaporítás útján, és nem csak olyan szempontból jó, hogy még több növényünk lesz, hanem olyan szempontból is, hogy amiket lemet az ember, amikből levágja a szaporítani való növényt, az sokkal erősebben tud utána fejlődni, és így jobban el tud bokrosodni, mert ahonnan levágod a szárát a növénynek, onnan egy csomó új hajtást fog hozni igazából. És nyilván kell idő, míg megerősödik újra, de ez nem nagyon szuper módja a szaporításnak. Úgyhogy nyilván ez is már egy többedik szintje a növénygondozásnak, de szerintem az ember egy-két év után már erre is szívesebben adja a fejét, mint kezdetekkor, mert egyébként én is nagyon féltem így először így levágni a növényt, és nem tudom, olyan fura érzés, hogy levágom, pedig sokkal szebb lesz utána tényleg, és tök jó buli ez a szaporítás is. Az utolsó előtti nagyobb tanulság pedig az öntözéssel kapcsolatos, mert hát nyilván még így is ennyi év távlatából is szépen túl lehet öntözni a növényeket, hát vagy éppen hagyni kiszáradni, ki melyik végletet képviseli, de ezt a tippet egyébként már lehet, hogy említettem, viszont én igazán csak tényleg az utóbbi egy évben kezdtem el használni jobban, mégpedig azt, hogy tényleg a legtutibb módja, hogy leellenőrizd, hogy nedvese még a föld, hogy így az ujjadat beledugod, és megtapogatod. És oké, hogy a körmöd alá megy a föld, meg koszos lesz az ujjad, de hát utána egyből csap alatt le lehet mosni, de én is így mindig így ózkodtam, hogy jaj, nem dugom bele, és akkor így pedig sokkal-sokkal jobb módszer ez, mert tényleg másképp nem tudod minden esetben ránézésre megállapítani, hogy vizese, nedvese az adott föld, és ez így meg tuti módszer, úgyhogy ezt tényleg nagyon tudom javasolni mindenkinek, főleg, hogyha több növényed van, és mondjuk így nem egyszerre öntözöd őket, vagy nem ugyanolyan a vízigénye az összesnek, mert nálam egyébként ebben nincsen nagyon ilyen rendszer, hogy minden héten mondjuk szombaton öntöznék, hanem így inkább figyelem őket, pont így, hogy nézem a földjüket. És végül az ötödik tanulság, ami szintén így a mennyiségre, meg így az első nagyon nagy felbuzdulásra próbál reflektálni, az a tanulság volt, hogy inkább egyszerűbb
növényeket válasszunk, mint mindenféle bonyolult kalateákat, vagy nem tudom, egyéb kényes növényeket, begóniákat. Az a baj, hogy a szépségük nagyon el tudja csábítani az embert, viszont ha meg tönkre mennek, akkor az vérző szívvel jár együtt, és nálam is így volt, lehet, hogy emlékeztek, volt egy ilyen brutál nagy kalateám, ilyen csíkos levelű, óriási volt, és tavaly nyáron ő is meghalt, volt egy brutál nagyjánőtt banánfám is, az is elpusztult, a pöttyös begónia is, természetesen ő is elhalt, meg még egy csomó ilyen kis különleges, gyönyörű, szép növény, ami tényleg nagyon szép, és tényleg nagyon jó, de hogyha nyáron elmész 2 hétre otthonról, és nincs, aki öntözze őket, akkor vége. És egyébben egy ilyen kell, hogy hosszabb ideig nem vagy mondjuk otthon. De egyébként az egyszerűbb növényekből is nagyon szépek vannak, tehát tényleg a, mondjuk a filodendronok is nagyon tartósak, és azokból is 1000 féle van. Vagy egyébként ezek a futókák is nagyon szépek, vagy egyébként kalateából is vannak nem túl kényes fajták. Például pont ez, ami itt van mellettem, szóval itt meg tudom mutatni, ez a fajta kalatea. És ez egyáltalán nem olyan durván kényes, mint mondjuk a Kalatea orbifólia, az a brutál szép nagy, úgyhogy meg egyébként anyós levelekből is számtalan féle formájú van. Szóval azért lehet úgy is bedzsungelesíteni a lakást, hogy kevésbé érzékeny növényeket választunk. Igen, illetve az aglegénypálma. Ezt az IKEA-ba vettük körülbelül 3000 forintért, ilyen pici volt, és azóta körülbelül 3-szorosára nőtt. Szóval ezzel is tök jó dzsungelhatást lehet elérni, és tök jó szívós növény. Szóval ez lett volna ez az 5 vagy egy picit több, remélem, hasznos tanács, amit én az elmúlt egy évben tanultam, így a növény ápolással, gondozással kapcsolatban. Hát nyilván amúgy ezen kívül még biztos nagyon sok hasznos tanács van. Hogyha bármi olyan van, ami nem hangzott el, és ti úgy gondoljátok, hogy hasznos, akkor mindenképpen írjátok meg kommentben nekem is, illetve a többieknek is, akik olvassák őket, mert hát ez szintén egy kimeríthetetlen téma szerintem, amiből végtelenségig lehet tanulni, és hát tényleg öröm ennyi növény között lenni egyébként nap mint nap. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, remélem hasznos volt a videó, hogyha így van, akkor nyomjatok rá kérlek egy lájkot, és ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a következő videókról sem. Találkozunk legközelebb is, és legyen csoda szép napotok! Sziasztok!